Sziasztok, én Evelin vagyok, és köszöntök mindenkit egy újabb videóban a csatornán, és először is még mielőtt beletom még az egész mondandomba, bocsánat, hogy múlt héten csak egy videó volt, de a hét vége fele nem nagyon értem rá, nem tudtam időszakítani, hogy egy videót elkészítsek, de a héten bepótolom, ugyanis a héten lesz kettő videó. Ez az első, szóval igen, a másodikról csak annyit, hogy szuper izgalmas lesz. Remélem. igen, sok minden fog benne történni, de egyébként a meglepetés, hogy miről fog szólni. De akkor térjünk is rá a mai videó lényegére, ahogy a címből is láthattátok, ha már a rajzaimról lesz szó. Volt már egy ilyen videó a csatornán, és szerettétek, meg már kértétek is egyébként, hogy legyen, mert ugyanis egy újabb vázlatfüzetem betelt. Ugye az előző ilyen videót is akkor készítettem, amikor az első vázlatfüzetem betelt, és most betelt a következő, amit egyébként tavaly 3. hó 28-án kezdtem el. Szóval igen, és akkor haladjunk is szerintem. Az első rajz egy húsvéti benne, ugye hát tavaly csináltam, szóval igen, ez ilyen. A legtöbb rajzomról egyébként van poszt kint Instagramon, majd de leírom az Instagram nevem. Valamint a leírásban is megtaláljátok, hogy hol tudtok írni esetleg, és hol is tartottam. Nem tudom, na mindegy. Szóval, következő. Kaktusz. Kaktuszok. És körülötte egyébként ki van pöttyözve, de nem tudom, mennyire látjátok. Nem mindegyikről van egyébként kép Instagramon, de a legtöbbről van egyébként. Aztán a következő is hasonló tematikájú, csak itt különböző virágok vannak. A legtöbb egyébként Pinterestről van, és onnan inspirálódtam. Hát a következő, ezzel nem nagyon vagyok megelégedve. A fő, ez ilyen kezes egyébként. Remélem látjátok, ez a felső kép, és az alsó pedig ez, ami igazából erdő lenne, de ez nem nagyon sikerült valami jól. Ez, hát, nem a kedvencem, de így sikerült. Igazából az lenne a lényeg, hogy itt tartja a kezét, és akkor a bolygók lógnak le róla. De... Nos, a következő egy Harry Potteres hollóhártyás Hedwig diadémia. Szerintem ez egyébként elég jól sikerült, mivel elég bonyolult volt így megrajzolni, de szerintem jó lett. Aztán a következő pedig ilyen félkör alakú kis, nem tudom mi, amiben ugye ül egy lány is, olvas. Valamint ugye levelek is itt vannak, ilyen kis lámpás madarak. Ezt egyébként egész jól sikerült, ezt is szeretem nagyon. Aztán a következő az ilyen ellentét lenne igazából. Itt középen van egy vonal, remélem látjátok. Ugye az egyik fele ilyen levelek, szól ilyen őszi, a másik fele pedig virágok, itt ugye jelen esetben kalocsai mintaként jelenik meg, a tavasz és a virágok, szóval remélem lejön, hogy ez ilyen ellentét akar lenni. Egyébként a kalocsai mintákat nagyon szeretem festeni, mert ugye nyilván ugye színesek, sok színt tudok használni, meg olyan szép minták, szóval azokat szeretem nagyon. Egy üres oldal kimaradt. Aztán a következő az egy ilyen absztrakt minta, amit ilyen kis nem cellux, hanem ilyen papír celluxal csináltam ugye körbe, ragasztottam meg így. Ilyen random absztrakt mintába. Itt történt egy kis baki, mert itt középen nincs fehér.
De azt a számítva, nekem egyébként tetszik, mert színes és szeretem az ilyen absztrakt mintákat, és ebből is jött a következő, ami hasonló féle, de egy szívecskét ábrázol. Most ez már picit bonyolultabb volt ilyen kis celluxokkal kiragaszgatni, de így sikerült. Aztán a következőre nagyon büszke vagyok, és ezt nagyon-nagyon szeretem, ugyanis ez egy térkép. Méghozzá egy Egyiptomot ábrázoló térkép. Nem teljes Egyiptom, de itt végülis az a lényeg, hogy a Nílus mentén lévő fontos helyszínek, templomok, meg ilyesmiket ábrázol. Oda vannak írva a nevei is. Itt a Vörös-tenger. És igen. Ezt egyébként nagyon-nagyon szeretem, mert szerintem nagyon jól sikerült, voltam előle, de jó lett. Főleg igazából, főleg itt fönt a kis szigeteket megrajzolni, de jó lett. Aztán a következő az egy ilyen be nem, félig be nem fejezett rajz, ami igazából ilyen saját elképzelés, hogy itt körbe ilyen, a szivacsot csináltam egyébként, hogy a szivacsot belemártottam a festékbe, és így pacsmagoltam, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Ez igazából ilyen őszín lenne, nem volt utána ihletem, hogy mit tudnék még rá csinálni. Szóval, hát ez ennyi. A következő kettő rajz az a vámpírnapló fanoknak fog kedvezni, mint tudjátok, ki kicsit is régebb óta követ, akkor azt tudja, hogy hatalmas vámpírnapló fan vagyok, és ezért is készítettem először is ezt. Ami, hát nyilván ugye, aki látta a sorozatot, az tudja, hogy miről beszélek, ami ugye a két testvér látható, ilyen kis körvonal formájában is ugye a nevüknek a felirata. Ugye itt is megjelenik ez a tipikus hullámvonal, és igen. Egyébként lehet azt gondolnátok, hogy tök egyszerű ezt így megrajzolni, ezt a kis körvonalas mintát, de egyébként nem könnyű, szóval volt vele melóm. Aztán a következő az ez. Ez is vámpírnaplóban van. Itt a lány, hát az nem lett a legjobb, de ennyit tudtam belőle kihozni. Kedvenc párosom, írjátok meg kommentben, hogy ti Dalana vagy Stalana fanok vagytok, én hatalmas Dalana fan vagyok. Abszolút az a kedvenc párosom az egész sorozatban. Aztán a következőt, azt ilyen, hát nem is tudom, hogy ezt mikor csináltam. Ezt már idén csináltam, azt hiszem valahogy Valentinnak környékén. Bele van írva egyébként, hogy love. De nem nagyon látszik. Élőben egyébként látszik. Szóval ennek az a lényege, hogy a szív meg az egyik fele rendesen meg van rajzolva, és akkor itt pedig így elfolyik, vagy nem tudom, szóval remélem értitek, és átjön. Egyébként már lassan a végéhez érünk. És itt megint egy kis hallat. Aztán a következő, az is Pinterestre azt tettem, ez egészében festve van. Egy fekete hátteren van egy női alak kalappal. Nos, nekem nagyon megtetszett, amikor megláttam. Nem lett a legjobb, a barna az kicsit foltos lett egyébként, mert ezt másféle akrilfestékkel csináltam, mint például a feketét. De szerintem összességében jó lett. Egyébként a legtöbbet az ajkaival szenvedtem, hogy normális formája legyen, szimmetrikus, és nagyjából így sikerült. Aztán a
következők már viszonylag egyébként újak. Szóval ez a következő. Ez egy, hát ebből most köbös szerintem semmit nem láttok. Ugyanis ez csak grafittal van készítve, szóval nagyon halvány. Erről majd bevágok ide egy képet, hogy lássátok. Szóval ez egy készfogást ábrázol. És ide van írva, hogy I swear to love you all my life. Ezt egy zenéből van. Abból van ez a szöveg, egy nagyon-nagyon szép zenéből. A következő, na ezt már remélem látjátok, de lássam nagyon. Na mindegy, erről is rakok be egy képet. Ez egy lánynak a fél arcát ábrázolja, tehát egy oldalnézetből van rajzolva, ahogy könnycseppek láthatók, és az ajkait az pirosra festettem, hogy legyen egy kis szín, szóval az kicsit jobban az dominál az egész rajzban, és ráírtam, hogy you are beautiful, vagyis gyönyörű vagy. Igen. Ennek az a története, de erről is rakok be ide egy képet, hogy lássátok a női alakot. És az utolsó is pedig egy ilyen kis körvonalás rajz, amin én is látható vagyok, valamint a barátnőim. Ezt így hárunkra készítettem, úgymond. És ez egy nagyon nagy kedvencem, szerintem nagyon jól sikerült. Én büszke vagyok rá. És ha jól látom, akkor ez volt az utolsó. Igen. Itt még van egy kis matek is benne. Ez nem tudom, hogy került ide. De ennyi lett volna. Igen. Szóval ennyi lett volna a mai videó, hogyha tetszett, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornára, kommentbe várom a véleményeket, vagy privátban is írhattok, akár Instagramon, vagy Messengeren, válaszolni fogok, úgyhogy hát most egyhamar nem lesz még ilyen rajzos videó, ugyanis nyilván már elkezdtem egy másik vázlatfüzetet, de hát az is idő, mire be fog telni, szóval találkozunk a héten egy új videóban, ami hiperizgalmas lesz. Addig is puszi nektek, sziasztok!